Sziasztok, én Évi vagyok, üdvözöllek benneteket ezen a csatornán. Már egy jó ideje nem jelentkeztem, aminek az is az oka többek között, hogy egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznom körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt. Az pedig az volt, hogy elhagyjam-e Angliát, vagy maradjak, vagy jöjjek vissza Magyarországra, illetve még egyéb események is történtek, amit szívből és nagyon szívesen megosztok veletek, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velem. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az életében van olyan szakasz, amikor a teljes kiégés állapotába kerül a jelenlegi élethelyzetével kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy egy olyan hatalmas energia és tudatváltozás megy végbe mindannyiunkon és az egész világon, hogy ezt minden emberi lény érzi a szívében. Ez nálam sem volt különbül, és egy rajtam kívül álló okból adódóan hirtelen el kellett költöznöm, és én úgy éreztem, hogy ez volt az ajánl az univerzumtól, hogy akkor tegyem meg azt a lépést, amit régóta érlelgettem magamban, ez pedig az, hogy hazaköltöztem Magyarországra. Kezdetben nem volt könnyű fölfogni, hogy mi is történik bennem, de már korábban elkezdtem érezni a szívemben, hogy a mi édes kis hazánk az hazahív, és én mindig is bíztam abban az isteni időzítésben, hogy ha ezt kell tennem, akkor meg fogom hallani a hívó szót. Hát ez történt az én kis világomban is, úgyhogy 9 év Anglia után most itthon vagyok Magyarországon, a szülőföldemen, és annak ellenére, hogy a két ország között ugye éles különbség van, mert sokan kérdezték, hogy miért is jöttem haza, hiszen az életszínvonal az szignifikánsan ugye jobb kint, mint itt Magyarországon, de én az elmúlt években, hónapokban, hetekben megtanultam szívből élni, legalábbis úgy érzem, és én ott kint Angliában megéltem magányos éveket ugye a világhelyzet miatt is, és azt éreztem, hogy bezárkóztam, és mármint úgy értem, hogy a lelkem nem kapta meg azt a kapcsolódást az embertársaimmal, amitől ki tud virágozni, és amitől érzem, hogy élek. És ebből adódóan is talán érzem azt, hogy mindenféleképpen jó döntést hoztam, hiszen 9 évet éltem kint Cambridge-ben, és úgy jöttem el, hogy egyáltalán nem hiányzik, és egy nagyon erős, határozott döntéssel jöttem el. Úgyhogy itt vagyok most a családommal, a barátaimmal, és szerintem egy nagyon izgalmas időszak fog következni. Itt történhetnek külső tényezők is, amik felett nincsen kontrollunk, amiket nem tudunk befolyásolni. De én egy olyan dolgot szeretnék itt lokálisan, illetve továbbra is online formában kialakítani, képviselni, amiben én arra szeretném ösztönözni minden egyes ember lelkét, hogy befelé figyeljen, mert a kiút ebből a káoszból befelé vezet. És nekem sem voltak könnyű időszakaim, és nagyon hálás vagyok, hogy például egy táltossal összehozott a sors, és
és egy csodálatos közel egy hetet tölthettem el egy táborban meg annyi fantasztikus lélektársal, akik különböző országokból érkeztek ide, és nagyon nagy érdeklődést mutattak a magyar néptánc, népzene, éneklés, dobolás és maga a nyelv iránt is, amit nekem érdekes volt így látni és megtapasztalni. Teljes mértékben boldogság töltött el a szívemet, és valahogy azt éreztem, hogy kapcsolódok ahhoz az ősi magyar energiához, azokhoz az ősi bölcsességekhez, amiket mi magyarok elfelejtettünk. És a jövőben én ebben szeretném pluszban még megerősíteni nem csak a női társaimat, hanem mindenkit, akinek a szívében most megszólal az ősöknek a hívó hangja. És azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs az a szeretet, az egymás elfogadása, és eljött az az idő, hogy ki kell lépni ezekből a megrögzött gondolkodásmódból, ezekből a kötött anyagi világból, környezetből, és egy kicsit mindenki nyissa ki a szívét, a lelkét. Nekem is nagyon sok minden tanítást hozott ezekkel az emberekkel való kapcsolódás, találkozás, és csodálatos volt ismét megismerni a magyar zenéket, a néptáncokat, és egy fantasztikus időszakot töltöttem el. Úgyhogy ezúton is hálás vagyok minden egyes léleknek, akivel találkozhattam ott, és nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja azt a békét, azt a belső békét a szívében, ami segíteni fog majd egy elkövetkezendő nehezebb időszakban, de tud, hogy mindig biztonságban vagy, nem vagy egyedül, és csak fogd meg a melletted álló kezét. Úgyhogy mindenkinek csodálatos fejlődést kívánok, és hogyha valaki szeretne önismereti fejlődésben kapcsolatba lépni velem, vagy szeretne bármilyen coaching ülést, vagy beszélgetést kezdeményezni, akkor nyugodtan írjatok. Szeretettel várom minden érdeklődőnek az e-mailét, és csodálatos szép napot kívánok nektek. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!